Az árpádházi királyokat és szenteket mintázó óriásbábok között próbálnak a Fehérvári Vörösmarty Színházban a Rákóczi Szövetség színjátszó táborában résztvevő diákok. Az augusztus 20-ai ünnepkörhöz kapcsolódó koronázási ünnepi játékok keretében mutatják majd be a készülő produkciót Árpádházi Históriák címmel. Egy-egy színes jelenet van minden király életéből benne, de közben meg egy elég szép dramaturgiai íve van az egésznek, tehát ez az Árpádházi, a leghíresebb Árpádházi királyoknak egy ilyen mini szép és megható összefoglalója. Idén 20-an érkeztek a Rákóczi Szövetség táborába, javarészt Nagyváradról, Temesvárról és Enyedről, de a felvidéki Gutáról is jöttek táborozók. Sokan közülük már visszatérő vendégek Székesfehérváron. Élményekben dús ez a pár nap, amit mi itt töltünk Fehérváron. Azért is fontos számunkra ez a tábor és az itt lét, mert igazi színházban játszunk, igazi rendezővel, színészekkel, akik már rutinosak, és így tulajdonképpen mély vízbe csöppenünk, mert ugye mi ehhez nem igazán vagyunk hozzászokva. Én soha nem akartam király lenni, mégis a fejemre került a korona. A 7. alkalommal szervezett színjátszó tábor résztvevői bő egy hét alatt rakják össze a készülő produkciót, közben rengeteget tanulnak a színházról. A tábor végéhez közeledve egyre izgatottabbak a bemutató miatt. Az az igazság, hogy nagyon izgulok a premiérre, viszont szerintem nagyon jó lesz, összerakjuk és nagyon szép lesz az emberek számára, és szerintem a legnagyobb élményem az volt, amikor az egyik jelenetnél sikerült elérem a maximumot. A Rákóczi Szövetség középiskolásainak közreműködésével bemutatott Árpádházi Históriák című előadást augusztus 18-án és 19-én este 20:30-tól láthatja a nagy közönség Székesfehérvár belvárosában a Bartók Béla téren.